Köszöntöm a Kölcsi Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Fölényes győzelemmel vágtak vissza a Budafoknak a kék cápák. A hétvégén ismét megrendezik a Junior Kupa kézilabda tornát. Nyírbátorban úsztak a legkisebbek a Diákolimpia megyei döntőjében. 15 pontos vereséget szenvedett a Ceglétől a Szentsenyikse. 600-an próbálhattak ki több sportágat az Aréna Tusa elnevezésű rendezvényen. Sportos pillanatok néven nyílt tárlat a Nyíregyházi Zrínyi Gimnázium galériájában. Fölényes győzelemmel vágott vissza a Budafoknak az ősszel elszenvedett vereségét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák 90-49-re verték ellenfelüket. Azt beszéltük meg a fiúkkal az öltözőben, hogy maximálisan alá teszi magát mindenki, koncentráltan játszunk, illetve minél többet próbál nyerni, hiszen kikaptunk Budafokon, és szerettünk volna visszavágni, ez sikerült. Ugye most jönnek az igazán fontos meccsekben, minden meccs fontos, hogy bajnokságban most következik majd a HEP Kupa 4-es döntő, jönnek a rangadók. Hogy alakul a csapatjátéka azon a szinten, amit ilyenkor elvárható? Igen, egyre jobbak vagyunk, az amerikai játékos is egyre jobban beépül a csapatba. Én úgy gondolom, hogy jó formában vagyunk. Örülök annak, hogy ezen a meccsen tudtak játszani a fiatal játékosok is, vagy azok, akik kevésbé játszanak, ezért tudtuk pihentetni a meghatározó játékosokat a vasárnapi mérkőzésre. Vasárnap a Vasas otthonában lép pályára a csapat, lassan érkezik könnyű meccsnek. Így van, tavaly ott nem sikerült nyernünk, úgyhogy mindenképpen maximálisan készülünk arra a mérkőzésre is, és nyerni szeretnénk. Nagy különbségű maga biztos győzelmet arathatod, de azért látszik rajtad, hogy meg kellett izzadni a pályán. Belülről milyen volt ez a meccs? Felkészültünk erre a találkozóra, kielemeztük az ellenfélnek a játékait, remekül felkészültünk belőlük. Én úgy gondolom, hogy a Jani és a csapat, a játékosok is remek munkát végeztek, köszönhető az eredménynek és ennek a nagy arányú győzelemnek. Én úgy gondolom, hogy az első félidő az erősebbre sikeredett, mindenki sokkal jobban ment, mint a második félidőbe. Én úgy gondolom, hogy fizikailag jobban bírtuk ezt a találkozót. Turcsics Krisztián hiányában alig, ha lehetett a Budafoknak vérmes reménye meccse, de ennél azért jobbra számítottál? Természetesen jobbra számítottam, hát az első mérkőzésen nyerni tudtunk hazai pályán. Jelen pillanatban kicsit más helyzetben vagyunk, nagyon sok sérülés hátráltatta a felkészülésünket, és egy-két játékos önbizalom hiányba szenved. Úgyhogy most nem a Nyíregyháza lesz nekünk az ellenfelünk, hanem megtalálnunk a saját játékunkat és a elkövetkező, könnyebbnek érkező mérkőzéseket megnyerni. Mi a Budafok célja ebben a meglehetősen erősnek mondható piros csoportban? Szeretnénk bejutni a legjobb 8 közé. Azt gondolom, hogy erre reális esélyünk van, de ahhoz nem szabad ennyire szétesnünk, mint ezt mai nap tettük. Annak ellenére, hogy a Nyíregyháza nagyon jól játszott gyakorlatilag, és végig kontrollálták a játékot, nagyon tudatosan kosárlabdáztak, hogy gratulálunk nekik, és sok sikert kívánok nekik is a folytatásban. A hétvégi negyedik alkalommal rendezik meg a Junior Kupa nemzetközi utánpótlás kézilabda tornát Kisvárdán és Nyíregyházán, 22 együttes lép majd pályára. Nagyon-nagyon szeretjük ezt a rendezvényünket, minden évben ezen indul egyébként nekünk a rendezvényeink sorozata. Most jelenleg közel 500 résztvevője van a rendezvénynek, 44 mérkőzés fog zajlani, 22 csapatot várunk, ebből egyébként 12 külföldi lesz, 19 csapatnak kell egyébként szállást biztosítanunk, megyénket is képviseli, Kisvárda például, Nyíregyháza és Fehérgyarmat, és a külföldi csapatok, amelyek érkeznek hozzánk a Felvidékre, a Párciumra és Kárpátaljáról várjuk őket. Mennyire illeszkedett be ez alatt a 4 év alatt, pontosabban 5 év alatt, hiszen egyszer nem rendezték meg a tornát, a versenynaptárba ez a rendezvény? Azt mondhatjuk, hogy most már sikeresen tudtuk beilleszteni. Szolgálja egyébként az utánpótlás csapatoknak a felkészülését. Igyekszünk egyébként, hogy semmilyen más rendezvényet ne zavarjon, hiszen akkor a csapatok nem érkeznek meg hozzánk. Nem csak a játékosok vizsgáznak, mérik fel a tudásukat, hanem a játékvezetők is. A megyei szövetségnek van egy Jump elnevezési programja. Hol tart most ez? Minden évben elindítjuk a Jump programunkat, hiszen minden évben indítunk alapfokú játékvezetői tanfolyamot. Az ezen résztvevő tehetséges fiatalok kerülhetnek be a Jump programba, és hát nem titkolt szándékunk egyébként, hogy ezt a nemzetközi utánpótlás tornát arra is felhasználjuk, hogy ők meg tudják mérettetni magukat.
Nyírbátorban rendezték meg az első és második korcsoportos úszódiák olimpia megyei döntőjét. A versenyszámok győztesei bejutottak a márciusi Győri országos döntőbe. 26 intézmény részvételével, 260 nevezéssel neveztek a kollégák, mintegy 130 gyerek van most itt a Nyírbátor és Sárkányfürdőben. Ez a szám, ez a részvétel milyennek mondható? Ez elsősorban a 2011 évben kialakítottunk egy olyan úszó versenysorozatot, amelynek az a neve, hogy Szabors Tour. Ez már a 8. évét kezd ebben az évben. Ennek a hatására megkétszeröződött a gyerekeknek a létszáma, hiszen nagyon sokan szeretnek úszni, nagyon sokan szeretik ezt a sportágat. Nagyon sok helyen van, megyében most már úszoda. Hál' Istennek egyre többen vagyunk. Mi a tapasztalat egyébként? Ugye az úszás alasportág sok helyen kötelező jelleggel oktatják, de ahol nem, a szülők mennyire vevők arra, hogy elvigyék a gyereket úszodába? Úgy gondolom, hogy a szülők abba az úszodába hordják a gyereket, amely nekik logisztikailag a legegyszerűbb, legkönnyebb, illetve ha pedig már elérnek egy olyan szintet, akkor a Nyíregyházi Sportcentrumban mindenképpen leigazolják őket első körben. Itt a legkisebbek között, hiszen alsó tagozatos gyerekekről van szó, lehet-e már látni valaki, hogy esetleg az átlagnál több tehetség szorult belé? Vannak kiemelkedő teljesítmények, bár még a verseny elején vagyunk. Úgy gondolom, hogy az országos döntőben, akik a győzteseket fogják alkotni, ott érmes helyezésekben fogunk bizakodni. Mikor lesz a megyei döntő a felső korosztályok számára? Jelenleg az alsó tagozatosok versenye van, a felső tagozat és a középiskolák számára Máté Szalkán lesz a jövő szombaton, január 26-án. Már hagyomány, hogy az új esztendő megyei szinten diákolimpiákat tekintve az úszó versenyekkel indul. Mennyire meglep, hogy ilyen szép létszámmal vannak itt a nyírbátori megyei döntőn? Igazából nem lepődtünk meg. Megszoktuk már, hogy hál' Istennek azért, amikor az év elkezdődik, akkor az úszás diákolimpiai versenyeken bármelyik városban is rendezzük meg, hiszen Máté Szalkán, Nyíregyházán és Nyírbátorban szoktuk általában ezeket megrendezni. Mindig magas létszámmal neveznek a versenyzők és az intézmények. Hát itt is ugye 26 intézménynek a gyerekpalántái vannak itt, és mérik össze a mai nap folyamán erejüket és tudásukat úszás sportágban. Bízom benne, hogy mind a körülmények, mind maga a verseny, azt hiszem, hogy olyan élményeket hagy majd bennünk, amelyekre én úgy gondolom, hogy évek múltán is tudnak majd emlékezni. Alapsportágról van szó, és egy olyan sportágban, amiben a megyei gyerekek sikereket érnek el, több tanúszodát átadtak az elmúlt időben a megyében, ez azt jelenti, hogy még tovább bővülhet a bázis. Igen, én ebben biztos vagyok, hogy a lehetőségek bővülésével egyre több gyerek juthat el majd, hogy kipróbálja magát az úszás sportágban is, és ezáltal egyre többen fogják megszeretni magát az úszást is. Ezek az intézmények, akár a felújított, akár az újonnan épült intézmények mind-mind olyan színvonalon nyújtanak majd lehetőséget az úszás elsajátítására, amely azt hiszem, hogy minden lehetőséget megteremt majd arra, hogy akár diákolimpiakonként, és később akár majd olimpikonként is büszkék lehessünk ezekre a gyerekekre. A tanév felénél járunk, egyben a diákolimpiai verseny sorozat felénél, ebben az évben a megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület nem rendez országos döntőt, milyen feladatok állnak önök előtt? Vannak felőttünk feladatok így is, hiszen mind a megyei döntőknek, az országos elődöntőknek a megrendezése azért szintén egy szakmai kihívás, és hát mi igyekszünk minden olyan lehetőséget megteremteni a megyei diáksportolóknak, hogy majd, hogyha az országos döntőkben a különböző sportágokban meg kell, hogy mérettessék magukat, akkor ne tudják azt mondani, hogy nem volt meg se a felkészülésnek, se pedig a versenyeztetésnek az a eszköze, illetve a lehetőségi háttere, amelyet azt hiszem, hogy nekünk biztosítani kellett. Tehát mi azon vagyunk, hogy valóban olyan lehetőséget és olyan versenyrendszer tudjunk kialakítani, amely garantálja azt, hogy az országos döntőkben ebben az évben is nagyon komoly sikereket érjük el, és hogyha lehet, fejeljük meg azt az éremhalmot, amelyet a tavalyi évben is elhoztunk. Milyen létszámú csapattal, milyen célok, a reményekkel érkezett az Arany DS-e megyei döntőre? A hagyományokhoz híven az Arany DS-e nagy létszámú csapat, 42 gyereket neveztünk, azért két számba több mint 90 rajta fogunk indulni. Első korcsoportban 2010 és fiatalabbakkal, 22 gyerekkel, és a második korcsoportban is 20 kisgyerek indult tőlünk. Várakozások, elvárások? Nagyon szeretnénk az országos döntőre kijutni minél több számban. Hát azt nem tudjuk, hogy a másik többi iskolában milyen felkészültséggel hogy álltak hozzá a gyerekek. Én nagyon bízom, hogy legalább 3-4 versenyszámban, illetve a váltóban sikerül országos döntőre jutni, tehát nyerni. Milyen reményeik lesznek egy hét múlva nagyobbaknak?
A nagyoboknál B kategóriába, hát ott sajnos az Arany János iskola megküzdött azzal a rendszerrel, hogy az A kategóriások sajnos sokan le vannak igazolva, de a B-be is szeretnék minden korcsoportba elindulni, 30 fő fölött neveztünk oda is, és én azt szeretném, hogyha a B kategóriás döntőn legalább két váltónk, illetve 3-4 egyéni számba is ott lehetnénk. Ugye említette azt, hogy az Aranyban komoly tradíciói vannak az úszásnak. Mi a tapasztalat? Sokan választják szülőke miatt a gyerekeknek az Arany? Én bízom benne, hogy egyre többen, ez felfutóban van nálunk. Én azt mondom, hogy az úszás az mindenképpen alapsportág. Nálunk van lehetőség az úszást ugye kifejleszteni, mint versenysportágat, de más sportágaknak is nagyon jó előképzettséget ad. Én bízom benne, hogy ez felfutó létszám lesz a jövőben. Több mint 600 általános és középiskolás fiatal próbálhatott ki több sportágat Nyíregyházán a Continental Arénában, az Aréna Tusa elnevezési program keretében. Az egyik támogatója az EMMI, amely 2 millió forinttal támogatja ezt a két napot. Ugye egy különböző korosztályokról van szó, általános és középiskolásokról és különböző sportágokról. Természetesen Nyíregyháza mögül városa is támogatja ezt a rendezvényt, hiszen ugye a Continental Arena, ahol most állunk, az a város egyik cégének a tulajdonában, amit a város tulajdonban van. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek, akik itt nem profik, ezt hangsúlyozni szeretném, van egy szabály, amely egy csapatban csak egy igazolt játékost enged szerepelni egy csapatban, egy sportágban. Az nagyon fontos, hogy azok is, akik nem a rendszeres sportolás elkötelezett hívei általános, vagy éppen már középiskolában, azok is megmutathassák azt, amit tudnak egyrészt, másrészt meg mozogjanak, egy kicsit terheljék a szervezetüket, mert ebben a korban azt gondolom, hogy nem árt. Egy kicsit kijönni a televízió, a laptopok és a telefonok világából, és itt ebben a nagyon szép környezetben, a sportpadlón, igazán profi környezetben mutassák meg azt, hogy éppen mit tudnak a mai vagy a holnapi napon. A városban folyamatosan újítják fel az iskolák tornatermét. Mennyire fontos a városvezetés számára az, hogy sportolási lehetőséget kínálnak rendszeresen a fiataloknak? Hát ez nagyon fontos dolog, és ugye a városvezetés, a polgármester úr különösen elszánt és elkötelezett ebbe a kérdésben. Ugye már 8-at felújítottunk, de még a jövőben is várható, hogy még folytatjuk ezt a programot. Ez nagyon fontos, hogy a gyerekek ne egy 70-es, 80-as évek színvonalán lévő sportcsarnokba sportoljanak, mint ami még sajnos van a városban, hanem olyan környezetben, amely 21. századi, egy fejlődő város, nem is nagyon engedheti meg magának azt, hogy ne újuljanak meg az oktatási intézményei, azon belül is a sportcsarnokok vagy tornatermek, úgyhogy ebben a város elkötelezett, és ezt a programot, amit elkezdett, folytatni is fogja. Az Aréna Tusa nevű rendezvény keretében több sportággal ismerkedhetnek meg két napon keresztül. Fiatalok itt a Continental Arénában, milyen volt az érdeklődés az intézmények részéről? Rekordszámú nevezés érkezett, ezért folyamatosan újra kell terveznünk a sorsolásokat. Általános iskolásoknál 220 körüli nevezésnél járunk, középiskolások meg közel 350 fővel neveztek. Rekordszámú a nevezés a labdarúgásban, és nagyon örültünk neki, hogy jött a lánylabdarúgás is, nagyon magas létszámú csoportok jöttek össze, illetve ami nagyon jó volt, hogy a vegyes játékként indult a röplabda, és ott is nagyon sok iskola nevezett, hiszen itt most amatőr sportolók sportolnak, nem igazoltak, elsősorban könnyítésként egy igazolt lehet a csapatban, és nagyon sokan fognak asztalitani szezni. Van olyan kategória, ahol 25 nevezés érkezett asztaliteniszben, és a sakk is látszik, hogy Nyíregyházán egyre népszerűbb, több iskolában működnek ugye a sakkprogramok, ez is alátámasztotta azt, hogy ott is külön fiú, lány és igazolt kategóriát kellett indítanunk. Egyébként mennyire aktívak a városlakók, a sportról van szó? Pont itt reggel 8-tól fél 9-ig a Mozdulj Nyíregyházának az esés megelőzés programja volt, és öröm volt látni azt, hogy a gyerekek, ugye egy két generációval fiatalabbak, és az idősek a küzdőtéren párhuzamosan láthatták egymást, hogy milyen fegyelmezetten sportolnak a szeniorok, hiszen Nyíregyházan a Mozdulj Nyíregyháza keretében nagyon sok aktív programon vesznek részt, és magas is rá az érdeklődés. És most reméljük, hogy ez a lendület így a diáksport ilyen kiemelt különböző rendezvényi mellett még jobban erősíti azt, hogy van lehetőség, használják ki, és itt az arénában, vagy akár más létesítményeinkben a programok mellett, majd akár visszatérve szabadidősport jelleggel is minden nap sportoljanak. Az elmúlt években több nagy sportrendezvénye volt Nyíregyházán, nagyon az év elején járunk még, ebben az évben is lehet számítani ezekre? Igen, természetesen, ahol van érdeklődés, és már tapasztaltuk, hogy szeretik a nyíregyháziak, az idén is benne van az éves rendezvénytárunkban, de ezt természetesen majd a költségvetés elfogadása után tudunk hivatalosan nyilatkozni. De mint láthattátok, a Mozdulj Nyíregyháza mozgásrendjében már ott vannak a fit események első fél évre, ott van egy nagy bringa piknik, és mint tudjuk, novemberben biztos, hogy rally lesz Nyíregyháza, méghozzá nem is akármilyen, hiszen Európa bajnoki futam lesz nálunk.
15 pontos vereséget szenvedett az Éllovastól a Szentsenyik se. A nyíregyházi kosarasok a Ceglédet fogadták, és a vendégek 80-65-ös győzelemmel távoztak a Bánki csarnokából. Mi is úgy készültünk, hogy rangadó a tavalyi tabella alapján az első és a második helyezett játszott egymás ellen. Az eddigi eredmények is azt mutatták, hogy az élcsoportba tartozó csapatok játszanak, alapvetően a Cegléd vezeti a tabellát. Mi a negyedik helyen vagyunk, egy győzelem, illetve egy veresége voltunk tőlük a mérkőzés előtt. Alapvetően azt tudtuk, hogy a tavalyi bajnoki szezonhoz képest ők erősödtek. Két idegenlégiós, új idegenlégiós került hozzájuk, illetve a csapat magja NB1-et megjárt, elsősorban a Szolnok utánpótlásában, szolnoki csapatban palírozott játékosokról van szó, tehát egy nagyon képzett és szerkezetben is jó csapatról lévén szó. Mi pedig talán azt mondhatom, hogy összességében a tavalyhoz képest gyengültünk. Viszont a sportember, új sportember, hogy, és mi is úgy készültünk, hogy hazai pályán szeretnénk meglepetést okozni, amihez tudtuk, hogy kellenek az extra teljesítmények, elsősorban a kinti dobások. Sajnos ezek nem úgy jöttek be a mérkőzés elején, hátrányba kerültünk, 15-16 pontos hátrányba, azt már a meccs végére nem tudtuk ledolgozni. Ettől a vereségtől függetlenül mennyire vagy elégedett az eddigi szerepléssel? Pont a tegnapi edzésen beszéltünk erről az értékelésnél, hogy még kevés ment le, tehát még egy harmada ment le a mérkőzéseknek, illetve hát közelítünk már most már lassan a feléhez. Igazából olyan meccset nem veszítettünk, ahol azt mondom, hogy mi esélyesek lettünk volna, mert a közvetlen riválisok otthonában szenvedtünk, Debrecen, illetve Szolnokon vereséget, illetve hát ez a hazai vereség is a realitás talaján maradva borítékolható volt. Én azt gondolom, hogy akár lehetett volna ez az utóbbi mérkőzés nagyobb arányú is, de a végjátékból mi jöttünk ki jobban, és azért egy tisztes vereséget szenvedtünk. Összkép alapján én azt gondolom, hogy a realitás talaján maradva ott vagyunk, ahol most a csapatjáték ereje mutatkozik. Hogyan halad a fiatalok beépítése? Alapvetően kényszer is szüli a lehetőségeinket, illetve hát a terv is ez volt. Egyrészt azok a játékosok, akik a sportcentrumból közös megegyezéssel itt kettős játékengedélyet tudnak játszani, és itt elsősorban a Siposti Mótra és a Nagydarra gondolok, ők egyre jobb teljesítményt nyújtanak, illetve hát azok a fiatalabb játékosok, akik még nálunk vannak, és már a tavalyi szezonban is játszottak, de még mindig a fiatal kategóriába tartoznak, egyre rutinosabbak. De egyelőre még mindig elegy hozza a mérkőzéseket, tehát a rutinosabb, kicsit idősebb játékosok és a fiatal lendület, ami kell nekünk. Én azt gondolom, erre kell appellálnunk, és azokat a mérkőzéseket, amiket talán realitás talaján maradva még egyszer említve ezt megnyerhetünk, azt meg kell, hogy nyerjük. Pénteken a Hódmezővásárhely érkezik a Bánkiba. Milyen esélyekkel léptek pályára? Ez is az a meccs, ahol én azt gondolom a tabella alapján is, és a játék erő alapján is nyerhető mérkőzés. Mindenféleképp a legkomolyabban állunk hozzá, a lehetőségekhez képest nyerni szeretnénk. Érvényesítette a papírformát az első tavaszi fordulóban a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a Szegvár csapatát fogadta, és a vendégek 8-0-ás vereséggel távoztak a Városi Stadion Teke csarnokából. Egy picit szorosabb mérkőzésre számítottunk, ugyanis a Szegvár csapata a középmezőny csapatait erősíti, tehát nem leírandó csapatról van szó, és néhány évvel ezelőtt még a Szuperligában játszottak. Végül is a várthoz képest már rögtön az elején a Hakker Dezső révén 583 fával Dezső volt a legjobb a mérkőzésen, már megalapozta a sikert, míg mellette a Szegő Levente szintén magabiztos pontszerzéssel tette hozzá magáit a csapathoz. A középső sorban azonban a Fehér Béla egyértelműen 4-0 arányba megverte ellenfelét, míg mellette a Szolyka Miklós a eddig legjobb hazai teljesítményét nyújtott 564 fával, és már ekkor tetemes több mint 250 fás előnyünk volt, és 4-0 arányban vezettünk, és már a zárósorban Bajorosi Péternek és magamnak már csak le kellett játszani úgymond ezt a mérkőzést, és kialakult, hogy ott is mindketten 4-0-4-0 arányban diadalmaskodítottunk az ellenfelünkkel szemben, és egy kiütéses 8-0-ás, majdnem 400 fás hazai győzelem lett a vége. A Nyíregyházi Teke Klub Szegváron kikapott ettől a csapattól, így ez a 8-0-ás eredmény mindenképpen biztató a jövőre nézve. Mekkora önbizalmat adhat ez a folytatásra?
mivel már megközelítettük most a 3400 fát, ami évekkel ezelőtt sikerült, azt lehet mondani, a Szuperligában ennek a csapatnak, úgyhogy ez mindenképpen bizakodásra ad okot, hogy a következő hazai mérkőzésünkön egyértelmű esélyesek vagyunk, és az ide látogatók majd ne túl sok reménnyel érkezzenek Nyíregyházára. Ez mindenképpen nagyon fontos volt. Egy kicsit a csapat összerázás szempontjából is egy ilyen jó idényító kezdeti jó eredmény, ez nagyon fontos volt, és hozzáteszük azt, hogy a következő hétvégén majd a Gyula elleni idegenbeli mérkőzésen meg minden egyes fának jelentősége lehet majd, úgyhogy mindenképpen kellett ez az önbizalom növelő, magabiztosságot nyújtó jó eredmény, és bízunk benne, hogy a következő idegenbeli mérkőzésünkön ezt tovább tudjuk majd kamatoztatni. Tekintsünk egy picit a Szegvár elleni meccs elé. A hagyományokhoz híven megint több játékosok volt Szeged a világkupa versenyen. Milyen eredménye, milyen sikerre szerepeltek? Ebben az évben kimagaslóan sok nyíregyházi játékos utazott el a világranglistás A kategóriás versenyre Szegedre. Immáron 17. alkalommal rendezték ezt meg Szegeden. Hozzá kell tennem, hogy a Magyarorsi Péter korábbi években már egyszer bejutott a legjobb 16 mezőnyében, ami mindenképpen egy óriási fegyvertény volt a Péter részéről, és most csupán egy dobáson múlott az, hogy nem jutott a legjobb 16 közé, úgyhogy mindenképpen a Magyarorsi Péter 608 fája, ez tekintélyparancsoló az NB1-es játékosokat nézve, míg mellette a Hakker Dezsőnek az 579 fája is megközelítette egy kisebb jó teljesítményt nyújtva akár a bejutási lehetőséget. A többiek mindenképpen a vert mezőnyben voltak, de mondhatjuk azt, hogy ez egy idény elleni forma volt, és ott látszódott az, hogy igenis komolyan veszük a felkészülést az első hazai mérkőzésünkre, és ezért is volt jó ez a szegedi állomás több játékos részére, és mindenképpen egy nagyon jó felkészülés volt, és egy kicsit azt lehet mondani, hogy mindenki láthatta, hogy hol tart a felkészülésben, és sikerült a gyengébb teljesítményt nyújtó játékosoknak a hazai bajnoki mérkőzésen felrázni magukat, úgyhogy mindenképpen egy jó felkészülési állomás volt ez a szegedi kiruccanás. Volt még egy másik felkészülési mérkőzésünk, ez kedden volt, a Debrecen csapata látogatott el ide Nyíregyházára. Ők jelen pillanatban még az NB2-ben játszanak, de mindenképpen nagyon fontos volt, hogy már a hétvégén kezdőcsapatként felálló játékos keret játszhasson. Mondanom se kell, hogy a Debrecen csapatát sikerült megvernünk 6-2 arányban, de mindenképpen az is egy jó felkészülés volt, úgyhogy most valóban próbáltuk nagyon komolyan venni a indulást, és több felkészülési állomás is volt itt a Nyíregyházi Teke klubnak, és rögtön, amint ez látható volt, az első hazai mérkőzésen meg is mutatta, hogy valóban hasznos volt. Sportos pillanatok elnevezésére nyílt kiállítás a Zrínyi Gimnázium galériájában. Pusztai Sándor a Fátum Nyíregyháza és a Nyíregyháza Blue Sharks meccsén történteket örökítette meg fényképezőgépével. Egy hónapig lesz látható Pusztai Sándor kiállítása. Többféle szándékunk is volt. Részben folytatjuk azt a hagyományt, hogy a Zrínyis Galéria itt körülöttünk lehetőséget ad a nálunk végzett vagy a nálunk tanuló alkotó emberek bemutatkozására. És Pusztai Sanyi nélkül nyíregyházi rendezvény vagy nyíregyházi sportrendezvény nem nagyon fordul elő. Személyes megjegyzés talán még annyi, hogy Sanyival mi itt együtt tanultunk, évfolyam társak voltunk, és első szóra Sanyi nagy örömmel jött, hogy megmutassa a sportos pillanatokat. De ahogy itt szétnézünk, talán tapasztalható a másik szándék is, hogy Sanyi a legújabb képeit hozta el, tehát nem egy ilyen retrospektív életmű kiállításról van szó. Összefogtunk a Continental Arénával, és nem titkolt a szándék, hogy részben kedvet csináljunk a versenysporthoz, összekapcsoljuk a tömegsportot a versenysporttal, illetve, hogyha rajongó nyíregyháziként kilátogatnak a meccsekre, akkor én azt gondolom, hogy a város sportos identitása szintén erősödhet. Az elmúlt évtizedekben számos diák került ki az Zrínyiből, aki később válogatottságig eljutott, olimpiára eljutott. Most milyen a sportélet az intézményben? Most egy picit átmeneti időszakot élünk meg a Zrínyiben, hiszen Barta Dénes tanár úr nyugdíjba vonult, dr. Szabó Antalné, aki a női tornát vitte, szintén nyugdíjba vonult, de gondoskodtunk természetesen az utánpótlásról, tehát vannak olyan edző, testnevelő tanár kollégák, akik a tradicionális kézilabdát, illetve a női tornát tovább viszik, ez nagy örömünkre szolgál.
Természetes a választékbővítés is, hiszen több olyan kosaras van, aki már elballagott, vagy most végzős, és a válogatottságig vitte. Számukra inkább az egyéni tanulási utakat próbáljuk biztosítani, azt a szakmai felkészülést, amit a sportolás mellett is tudnak végezni. Puszai Sándor újabb sportos pillanatokat oszt meg a nagy közönsége. Mennyire más ez a tálata, más egyáltalán, mint az előző volt az elmúlt évben? Más a dátum. Nyilván a csapat kicserélődött. Én magam is sokat fejlődtem, tanulok. Én is tanulok. Tehát a játékosoknak a mozgását, stílusát ismerem meg jobban. Tudom, kitől mire számíthatok. Ez nekem nagy segítség. Tehát lehet egyébként a sportot magát, a játékot olvasni, és azon belül egy-egy játékostól mire számítsunk. Tehát számítok arra, amikor mondjuk Hennessys feladja a labdát, és a rövid oldalon megindul Sanya Kalicsanyin, ő tyúkfaladásból le is csapja. Tehát ott nagyon gyorsan rajta kell lenni. Ha hosszan adja vissza szélre, akkor hogyha Jasmine üt, vagy Eliza, akkor ott egy kicsit több a lehetőség. Ha másik oldalban mondjuk Tatjánának adja, megint több a lehetőség, főleg Tatjana, aki szinte 2 másodpercig áll a levegőben. Kosaros fiúknál hasonló a helyzet, tehát tudom azt, hogy Bús Iván szeret betörni, Czura Attila esetenként meg is kerül az egész csapatot, míg mondjuk Fazekas Csabinál azért kell figyelni, mert lehet, hogy a félpálya közeléből ellóvál egy 3 pontost, és már le is kések, ha nem figyelek. Más szemmel fotózol akkor, amikor egy kiállításra fotózol, mint amikor egy sajtófotót csinálsz? Nem. Eredendően ezek sajtófotók, és abból lett egy válogatás. A legérdekesebbnek, legjobbnak gondolt, legtöbbet mutató képek. Ezekből egyébként egy nagyon nagy számú kollekciót átadtam az edzői karnak, hogy ők még tovább tudják szűrni, hogy szerintük mi az, ami leginkább visszaadja azt a szakmaiságot, amit én nem tudok. A játékosok részéről milyen visszajelzéseket kaptál? Erről a tárlatról még semmit, mert ez a tárlat most nyílt meg. Tehát ez még nekem is annyira újdonság, hogy körülbelül 1/4 órája láttam először, de ahogy itt a megnyitóban hallottam, meg a megnyitó után ezt a pezsgést, jó. Fel lehet azt mondani, hogy a Nyíregyházán 2 legnépszerűbb teljes sporták képviselőinek életéből láthatunk itt a falon pillanatképeket. Ti sokat tesztek azért, hogy népszerűsítsétek a kosárlabdát és a röplabdát. Mennyit segít ebben egy ilyen tálatkiállítás? Ezt soha nem tudjuk leszűrni, hogy mennyit segít, én hiszek abban, hogy nagyon sokat segít, hiszen testközelből láthatják a Zrínyi Gimnázium diákjai is a csapataink résztvevőjét, a csapataink tagjait, és hát ha a pillanatképekből azt is látják, hogy esetlegesen milyen küzdelmeket vívnak ők meg nap mint nap az edzéseken, illetve a mérkőzéseken. A srácok hogyan fogadták azt, hogy már második alkalommal kerülnek ki képek az életükből? Én úgy gondolom, hogy ez csak pozitív lehet a számukra, és nagyon bíznék abban, hogy esetlegesen a gimnázium tanulói is még jobban megszeretik a csapatainkat, és talán még jobban elhiszik azt, hogy be lehet ezekbe a csapatokba kerülni innen Nyíregyházáról, hiszen bármelyik csapatot megnézzük, látjuk, hogy van ugyan légiós, de helyi játékosok is szerepelnek ezekben a csapatokban, úgyhogy örülnék annak, ha a diákok is kitűznének egy célt, és ez a cél az lenne, hogy bekerüljenek ezekbe a csapatokba. Ha ezután innen tovább vezet az útjuk, természetesen mi arra is büszkék vagyunk, hiszen tőlünk indultak el, és mi tudtuk elindítani őket a profi sport útján. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk 1 hét múlva, viszontlátásra!